Jó napot kívánok, kezdjük sokkal, Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Aktuális sajtótájékoztatót tartok. A legutóbbi képviselőtestületi ülésünk talán legfontosabb napirendi pontjait emelném ki. Mielőtt belekezdek, felhívnám a figyelmüket, hogy Város Hete programsorozat zajlik. Sorban minden nap szinte vannak programok, a mai nap az pont kicsit kivétel lesz, hiszen elromlott az idő, ezért a kispolgárok parkjának a zavatása egy héttel csúszik. Ettől függetlenül nem maradunk program nélkül, hiszen egy másfél óra múlva kezdődik a Dobszerda ütős regionális találkozó a művelődési házban. Ahogy említettem, testületülést tartottunk múlt héten. Jó sok napi rendi pont volt, közel 30. Ebből nyolc és felet szeretnék kiemelni, majd a fél az magyarázatra szorul. A képviselőtestület hosszú-hosszú előkészítés után végre döntött az ifjúsági zenekarunknak a formaruhájának a beszerzéséről. Nem kevés előkészítés előzte meg ezt a döntésünket. Végre találtunk egy olyan magyar tulajdonú ing konfekció gyártó céget, amely megfelelően modern, fiatalos és a mi igényeinknek is megfelelő formaruhát tud legyártani. Ezt véleményezte az ifjúsági zenekar, megfelelően találták az alaptípusokat, a négy különböző kategóriából végül kiválasztották azt, amelyik a legjobban tetszik nekik. Nyilván a képviselő testület ezt jóvá hagyta, és döntöttünk egyben a pénzügyi konstrukcióról is, hogy hogyan fogjuk ezt az egészet finanszírozni. Remélhetőleg, ha jól tudom, nyár elején mennek Sárvára egy nagy megmérettetésre, ott már ebben a formaruhában tudnak játszani büszkeségeink. A civil támogatási keret felosztása hagyományosan történt. A civil tanács meghányta, megvetette a kérdést, letette elénk a Javaslatot, és ezt minden vita kérdés nélkül elfogadtuk. Tehát tulajdonképpen a képviselőtestület nem tesz mást, mint a civil tanácsnak a döntését hagyja jóvá. Szerintem az idei évben nem lehet panasz a civil szervezetek részéről, hiszen ahogy láttam az igényelt összeghez képest igen nagy százalékban támogatták a kérésüket kéréseiket, ugyanakkor a civil tanács is elég szép summával tud majd gazdálkodni, a központi civil eseményekhez, rendezvényekhez tudja biztosítani az alapvető pénzügyi támogatást. A sporttámogatási keret, valamint a sportrendezvény naptár már nem volt ennyire egyszerű. Egyrészt a sportrendezvény naptárnak az elfogadása, illetve maga a sportszervezetek részéről annak tartalommal való megtörténse, megtöltése az nem volt hiánytalan. Több esetben írtunk elő olyan kérelmeket vagy kéréseket, amikor ki kell egészíteni ezeket a rendezvényeket, nem szerepel sok esetben helyszín, időpont, kicéloznak meg. már pedig enélkül nem fogunk tudni adni sporttámogatást, Tesszük ezt abból az apropóból is, hogy szerintem jogosan a képviselő testület az idei évben a város egészségtervéhez kapcsolódóan szeretné ezt a keretet hatékonyan úgy felhasználni, hogy ne csak versenyeztetésre, ne csak edzésre menjen a város fizető adófizetőknek a pénze, hanem olyan sportrendezvényekre is, ahol a sportot népszerűsíteni lehet, minél több embert lehet csábítani mozgásra, és ezáltal az egészség szint a városban növekedhet. Úgyhogy ezzel még lesz dolog bőven. Amúgy alapvetően szerintem a sportszervezetek elégedettek lesznek, ha egyszer eljutunk a szerződésig. Ugyanakkor ebben most nagyon határozottak, nagyon kemények vagyunk. Amíg az adott szempontokat nem egészítik ki a sportszervezetek, addig sajnos nem fognak kapni a várostól támogatást. <coughs> hulladék kérdés, hát ez egy nagyon bonyolult téma. Nyilván a városunk lakóit mi érdekli alapvetően. Meghatározott napokon legyen elvéve a családi házas, társasházas övezetekből a hulladék. Nyilván vannak olyanok, akiket érdekel, hogy a hulladékkal mi lesz mi a hulladék útja, azt feldolgozzák-e, újrahasznosítják-e, vagy netán egy lerakóba kerül. A kormány döntött arról, hogy teljesen átalakítja a hulladékos közszolgáltatást. Nagyjából egy olyan rendszer állhat föl, mint az ivóvíznél, illetve a szennyvíznél, amikor ugye nagy területi lefedéssel jöttek létre közszolgáltatók, Domován ugye a DRV, most a most a következő a helyzet, valószínű minket a Pécsi területi zónából, ahol ugye a Biocom, Délkom fennhatóság alatt működött a közszolgáltatás, igaz, hogy nekünk volt, van saját cégünk, hogy az Ökodombó Kft., non-profit Kft., de ez a cégünk hosszú távon nem fogja tudni ellátni ezt a feladatot, Ugyanakkor a kormány támogatja azt, hogy Kaposvár központtal is jöjjön létre egy ilyen közszolgáltatási egység. Viszont az az egység terület az pici, ezért a döntéshozók fogtak egy térképet, átrajzolták a mostani határokat, és nagyon sok helyről területeket szedtek le, területeket csatoltak oda, és mi abba a problémás körbe kerültünk, hogy bennünket átraknának a kaposvári körzethez. Na most annét kezdve, hogy ez egy központi rendszer, tulajdonképpen én is azt mondom, hogy amúgy innét kezdve nagyon nem érdekel, hogy hova kerül a domovári szemét, hiszen az önkormányzatoknak a feladat ellátásából ez tulajdonképpen kikerül. Hogy ez működőképes lesz-e, vagy ugyanoda jutunk, ahol a víznél, rivóvíznél, ahol azért látjuk, hogy ez a központosítás mit eredményezett, nagyon sok elégedetlen, uh, igénybevevő, nagyon sok panasz jelentkezik. Persze, mi vagyunk ilyenkor talán egy kicsit a legkényelmesebb helyzetben, hiszen mondhatjuk, hogy nem az önkormányzatnál van a feladat, tessék oda menni az adott közszolgáltatónak az ügyfélszolgálati irodájához, és ott megtenni a panaszt, ott felvetni a gondokat. Valószínűleg a hulladéknál is uh, hasonló rendszer lesz. Ennek ellenére uh, nem nagyon értem ezt a lépést. Ez egy ö, olyan dolog, mint az önkormányzatoktól elvenni az iskolákat és létrehozni a klikket. Tehát mondhatni, létrejött a hulladékgazdálkodásban is a klik. Láttuk, hogy a klik se volt egy ö, dicsőséges menet, nagyon-nagyon sok probléma is. Hát tulajdonképpen vajon őszintén, hogy ez egy zsákutca, egy nagy kudarc, ami az oktatás területen ebből a szempontból történik. Szerintem más tekintetben is történik nagy kudarc. Na, summa summarum, a hulladékban valószínűleg május 1 a változás be fog állni, hulladékszolgáltatás terén, és május 1 úgy néz ki, hogy Kaposvárra kerül a Dombovári hulladék. Hogy ott mi történik vele, arra én magam is kíváncsi leszek, ugyanakkor lesz -e ebből valamiféle haszna városunknak. Most azt mondják a kaposvári kollégák, hogy be van nyújtva egy pályázat, aminek révén várhatóan nyár, ősz elején megjelenik itt a térségben, szűk járásban hat új gépjármű, aztán lecserélik az összes hulladékgyűjtőedényt, ezeket az úgynevezett 1100 literes bobr tartályokat, ami persze felvetheti azt, hogy mekkora pazarlás, hiszen három éve helyeztük ki teljesen az újakat, hogy mi lesz ezekkel, nem tudom. Legfeljebb leviszük őket a dzsemcsarnokba, és ilyen kis labirintus várat fogunk belőlük építeni, és a gyerekek kedvükre ott a labirintuson belül játszhatnak. Ugye mindegyik kerékkel rendelkezik, ez azért jó, mert egyik héten ilyen lesz az útvonal, másik héten meg olyan az útvonal. Na persze mondhatnánk, hogy ez vicc, de tényleg korábban megfogalmazódott bennünk, mert most is van még ott jó pár ilyen bob tartály, hogy ilyenekkel azért jókat lehet játszani. Bár azt gondolom, hogy május első fel is fogjuk állítani az első ilyen labirint várat. Mire jó egy ilyen sajtótájékoztató, csak úgy ugranak ki az ember fejéből a jobbnál jobb gondolatok. Na szóval le fogják, cserélni a kaposváriak valószínűleg az összes bobtartályt. Újak lesznek, hogy vala a szolgáltatás színvonala megmarad-e, hogy alakul, ez még sok-sok tárgyalásnak az eredménye. Nem véletlen, hogy jövő héten csütörtökön, 9 óra magasságában rendkívüli képviselő ülést kell tartanunk. Ezt mondom rögtön is a sajtos kollégáknak, hogy írják föl, mert ez egy fontos ülés lesz, tehát valószínűleg közvetítik is majd, ahol erről a kérdésről, meg a hétfői kaposvári tárgyalásról lesz nagyban szó. Árosító pavilont fogunk felállítani ide a Városháza mellé, az Áruház és a Városháza között van egy kis szabad terület. Milyennek a célja? Most már a környéken, és nem csak a járást értem, azon túl is, szerintem nagyjából beállt az a rendszer, hogy melyik községi önkormányzat foglalkozik komolyan a Start mezőgazdasági mintaprogrammal. Mi olyan középkomolyan foglalkozunk, valahol azért eléggé nagy a hatása, és ezzel az árusító pavilonnal szeretnénk segíteni az önkormányzatokat tehát ez egy start pavilon lesz, ahol ingyen és bérmentve előre meghatározott napokon, mint egy naptári jelleggel jöhetnek települések, és a maguk is hagymáját, krumpliát, répáját, ivólevét árusíthatják, és hát remélem, hogy ezzel egy kicsit segítünk nekik az értékesítésben. Utolsó előtti téma a fél téma előtt. A Petőfi utca az átadásához Közeleg. Május 1-én fél 12-kor lesz az átadási ünnepség, vagy átadó ünnepség, amikor teljes egészében megnyitjuk a Petőfi utcát, végigurítunk az elkészült térköves útburkolaton két hordó sört. Nem titok, hogy miért kettő hordó lesz. Az egyik az egy csiki sör lesz, a másik pedig egy helynekken sör és miután a két hordót végigurítjuk, találkozunk a belvárosi iskolának az udvaránál, ahol déltől kettőig civil szervezetek és meghívott vendégek részére megnyitjuk ideglenesen a Csiki helynekken Barátság Parkot, és a több száz meghívott részére egy-egy sörjegyet adunk, és kiki választhat, hogy csiki sört szeretne inni, vagy helyneken sört szeretne inni egy pár virsli mellékletében. Cikizése a kormánynak a, az ügyének? Igen az. Ugyanakkor Dombovár ezzel is mutatja, hogy egy szabadváros, de nem háborús övezet, hanem mi szeretnénk a háborúzó feleket kibékíteni, és itt egyfajta megnyugvási helyszínt adni részükre. A az én részemről annyit tudok mondani, hogy valószínű féljegyet fogok fogyasztani csikisörben, féljegyet helynekemben, mert amúgy meg teljesen fölösleges marhaságnak tartom ezt az egész kormányzati hadszacárét ebben a dologban. Kérdezhetik joggal, hogy miért csak meghívottak vehetnek részt. Ez egy kicsit köszönet azoknak, akik a civil szervezeteken keresztül a közösségünk formálásához, megteremtéséhez, a nagyobb együttműködéshez az átlagnál talán többet tesznek hozzá. Erre jó alkalom, jó terep a különböző civil szervezeti működés, és ilyenkor most már hagyomány, hogy május első alkalmával ezeknek a szervezeteknek és nyilván a tagoknak egy sörvésli akcióval köszönjük meg a munkát és hát jó apropó, hogy végre hosszú-hosszú idő után átadhatjuk a Petőfi utcát. És akkor a fél ügy, azért nem akarok rá hosszan kitérni, mert város hete van, szülinapozunk, szülinapi buli van, ilyenkor a programsorozat, a jókedv, a kellemes pillanatok, élmények, értékteremtés egyében zajlik, és hát nem igazán szeretném elrontani sem a saját, sem azoknak a hangulatát, akik hallgatnak, néznek. Azzal a szégyen teljes újabb Tóth Zoltános ügyjel, mely ezen a testületülésen is szerepelt. Erre ki fogunk térni egy következő sajtótájékoztatón, illetve egy következő képviselő testületülésen, bár lehet, hogy még tizen is újra szerepelni fog ez a téma. A képviselő úr betámadta Tigelman alpolgármester urat egy 13 hónappal ezelőtti ügyben, nagyon csúfos kudarcot vallott, hiszen azt mondta Tóth Zoltán, hogy Tigelman Péter olyan ügyben szavazott, amiben ő érintett, személyében érintett, ezért eljárás kezdeményezett 13 hónappal az ügy lezárultát követően az alpolgármester úr ellen. Csak éppen azt nem nézte meg, hogy 13 hónappal ezelőtt nem is volt szavazás abban az ügyben, a következő ülésen pedig Tigelman Péter bejelentette érintettségét a testület döntött is erről, kizártuk a urat a döntésből. Tehát a pénzügyi gazdasági bizottság teljesen körbejárta az ügyet, nagyon megvizsgálta, és szerintem teljesen jogosan azt állapította meg, hogy a úr nem is követhette el, nem is volt alkalma elkövetni a, a, személyes érintettségnek a, az ügyét. Nem értünk el odáig, hogy ezen az ülésen döntsünk Tóth Zoltán beadványáról, hiszen Tóth Zoltán, mielőtt odaértünk volna a napirend tárgyalásához, gyáván megfutamodott az ülésről. Ha tudta, hogy előre van valami programja, nyugodtan az elején szólhatott volna, biztos, hogy előre vettük volna, hogy tárgyaljuk az ügyet. Nem, ő kisonfordált a teremből. A válasz az volt, hogy mi meg akkor a végére határozatképtelenek lettünk, nem szerettünk volna Tóth nélkül dönteni ebben a szerintem ilyen cirkusz jellegű ügyben. A cirkuszt nem mi állítottuk föl ismét, hanem Tóth Zoltán. Viszont szeretnénk tudtára adni a Dombováriaknak, hogy a Fidesznek van egy képviselője, és tényleg azt mondom, hogy egy ilyen képviselője van, aki folyamatosan abban érdekelt, hogy gáncsoskodjon, akadályozza a munkánkat, hátráltassa a tevékenységünket. Most viszont nyílt levelet fogunk írni a párt helyi elnökének Potápi úrnak, országgyűlési államtitkár képviselő úrnak, és határozatban fogjuk önkormányzati határozatban kérni, hogy vonják meg a bizalmat Tóth Zoltántól, mert ténykedése most már olyan szintet ért el, amely úgy gondolom, hogy tovább nem tolerálható. Pont eddig tartott a közvetlen testületülésre való tájékoztató. Továbbiakban röviden szeretném még ismertetni a hét hátralévő programjait a város hetéhez kapcsolódóan. Facebookon, plakátokon, újságban lehet tájékozódni. Mindenkit nagy szeretettel várunk holnap a pályavatóra. A Szuhaj Sportcentrumban elkészült az edzőpálya, megnyitjuk a kis kiállítást, sportkiállítást. Aztán pénteken könyvbemutató, ifjúsági klub bemutató, galéria megnyitó, este Péceli-est, aztán szombaton harmadszor is felavatjuk a Vlasic szobrot, ilyen jó megy nekünk, hogy egy szobrot harmadszor is fel tudunk avatni. Délután a pogány mitológiát nézhetik meg, visszakerült a helyére, aztán a Gála műsor és a kitüntetetteknek a köszöntése, díjátadás ezzel zárul. Domovár városának 47. születésnapjára szervezett önkormányzati programsorozat Jöjjenek el minél többen, legyenek részesei ezeknek a nagyszerű pillanatoknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.